medikus ismeri, a Cavinton jó gyógyszer, infúzióba szeretjük adni. Ha infúzióba adjuk, ilyen 3 ampullás mennyiségbe, az 30 mg gyógyszert jelent, infúzióba adva van hatása a progresszió lassításával. Ezért, amikor valakinél ilyen enyhe tünetek, de csak enyhe tünetekben, enyhe tünetek vannak, akkor 3 havonta szívesen megismételünk egy ilyen kavintos infúziós kúrát. Meg vannak olyan gyógyszerek, amik viszont a központi ideg, tehát az agyon, az agysejteken keresztül hatnak, és az agysejteknek az anyagcseréjét javítják. Ez igazából pszichiáter írhatja föl. Nem mondom a gyógyszernek nevét, kétféle is van. Régen nagyon drága volt, most már a pszichiáter szakorvosi javaslatra, támogatással fölírható, és ezek a gyógyszerek valóban lassítják, a kihúzzák, sokáig szinten tudják tartani. Tehát ezért nagyon fontos, hogy derülne ki a demencia. Derülne ki, ne akkor, amikor már súlyos állapotban van, hanem derülne ki, mert akkor a gyógyszerek segítségével a folyamatot le lehetne lassítani, hogy ne drámai gyorsan menjen előre. És akkor most jön az alulról, tehát a rizikó alulról a 3. Amikor a vaszkuláris eredetről beszéltem, és nagyon helyesen rá tetszett kérdezni. Magyarul nagyon sokan magas vérnyomásosak vagyunk, nagyon sokan cukorbetegek vagyunk, és nagyon sokunknak magasabb koleszterinje, vagy a trigliceridje. Tehát a magas vérnyomást kezelni kell. A demencia kezeléséről beszélek pillanat. Magas vérnyomást kezelni kell. Nagyon szépen beállt neki. Ne haragudjanak, hogy most személyeskedek, de nagyon szépen beállt neki. Nagyon szépen. Magas vérnyomást kezelni kell. Mennyi a... Ja, mondok valamit, mert ezt nem nagyon tudják. A normális vérnyomás az 130/80. Kortól függően, ha valaki 60-70 éven fölüli embernél 140/90 is jó. Na most akkor 75-nél följebb, de van a 90 éves embereink is, azoknál már nem visszük le csak 140/90-ig. Miért? Mert ugye az agya kapjon vért. Azért nem visszük lejjebb. Nem visszük lejjebb. Na, ezt a most akkor megállunk. És alacsony vérnyomással is ezt kérdezik. Az alacsony vérnyomással... 110/90. Mennyi? 110/90. Akkor hát jó, önnek ez a rizikója kiesik a demencia szempontjából. Tehát az alacsony vérnyomás nem okoz, tehát nem rizikófaktora a demenciához. Cukorbetegség. A cukorbetegséget karban kell tartani. Ma már azt mondják, lehet, hogy múltkor is mondtam, hogy a cukorbetegség az érbetegség. Tehát az teszi tönkre az ereket. Cukorbetegségem van. Meg mondhatnám, hogy nekem érbetegségem van. Azt teszi tönkre. Cukorbetegségnek a kódálhatartása. 6-8 közöttire kell a vércukrot beállítani, akkor nem lesz baj. És a koleszterin, meg a trigliceridet, tehát a zsíranyagcserét is szépen normalizálni kell. Tehát akkor alulról a 3 ok, a demencia 3 rizikófaktorát, ha megkezeljük, gyógyítjuk, arra gondot fordítunk, akkor 3 okot kiiktatunk a demencia fokozása közül. Na most akkor. Mondtam azt, hogy kb. 20% az összes elputult embernek agyi ér katasztrófa után léphet föl. Azért mondom ezt ilyen szépen, hogy ez az agyi infarktus. Tehát agyi infarktus vagy agyvérzés. Na most akkor. Ilyenen is átesnek a betegek, attól még nem lesz mindjárt demens. Mert aki átesik egy agyi infarktuson, az véralvadás gátló kezelésbe kell, hogy részesüljön. Előtt tetszenek koronavírusra, mondok egyet-kettőt, ilyen például Astrix, sokan szedik, aspirin, ugye, szinkumár, marfarin, már ilyen 4-et mondtam, amiből hallották, ugye, de. Tehát a véralvadás gátló kezelésbe kell részesülni. Hogy mennyire fontos
És hogy mennyire gyakori ez a demencia, a saját osztályomról, tehát a saját ott, ahol én dolgozom, 2014 tavaly, január 1-től október 31, tehát 10 hónapnak a beteg forgalmi anyagát, ez nem titok, ezt elmondom, 10 hónap alatt 656 beteget vettünk föl. 10 hónap alatt. Ennyi volt a fölvétel. A nemek szerint ugye természetesen 423 volt a nő ebből, és 733 a férfi, tehát lehet látni a női túlsúlyt. De ebben nincs semmi meglepetés, mert elmondom az átlag életkort, ennek a 656 betegnek az átlag életkora 76,5 év volt. Tehát itt ebből tetszik látni, hogy idős betegeknek az osztály vagyunk. Ezeket a betegek, az átlagos ápolási időnk az 3 hét volt, 3 hét. És a korcsoportot is földolgoztam, ahol elmondom, hogy a zöme a 656-nak a több mint a fele 76-tól 90 éves korig, tehát 76 és 90 éves korú emberek voltak. Időskor, tehát múltkor, amikor egy éve itt voltam, akkor mondtam is, hogy a WHO kimondta, hogy 75 éven felettieket nevezünk idősnek. Tehát aki 75 éven betölti, az már idős. Én most 64 vagyok, akkor én idősödő vagyok. Meg aki még egy, nem éri el a 75-öt, az mind idősödő, velem együtt. Tehát ebből tetszett látni, hogy a zöme az 76 és 90 év közötti volt, de büszke vagyok arra, hogy 91, és ide húztam egy nyilat, nem mondjuk, hogy 101-102 mennyi, 45 beteget kezeltünk, 91 év fölött. Na most akkor. Feldolgoztam. Ezt azért mondom csak el, mert ezt az előadást, tetszek látni, hogy ez egy készen van ez az előadás. Ezt az előadást tavaly a Szociális Klaszter második évi országos kongresszusán mondtam el, ez a Szociális Klaszter Egyesület, ez az országban meglévő idős otthonokat fogja össze. Idős otthonokat. Ennek a vezetője Hegervári Hármér doktornő, aki egy neurológus orvos egyébként, és pont a demenciával foglalkozott ez a Szociális Klaszter konferencia. És akkorra készítettem ezt az előadást, mert fölkért arra, hogy mondjak valamit a demenciával.